山口show. Üdvözlöm a kedves nézőket, a mai műsorban olyan mindennapi embereket hívtunk meg, akik vejei belátásuk szerint szeretnek Torina bulizási slágerére fél lábon táncolni, a közösségi ház verandája előtt, mégpedig karikás ostoruk csapkodása közben, miközben a krónikát hallgatják és a feleségük a háttérben hány. Üdvözöllek a showban Lipót. Mondd Lipót. Lipót. Tessék? Hát Sanyikó, mondtad, hogy mondjam, hogy Lipót, én meg mondtam, hogy Lipót. Értem, de még nem fejeztem be. Mondd Sanyika, saját önön akaratodból jöttél el hozzánk? Nyugodtan tegezhetsz, Sanyikó, és felhívásodra is reagálván aláírtam ezeket a papírosságosságos kizárlogosságot is. Szóval, hogy is hívnak bázni? Lipót. Szóval Lipót, azt hallottam, hogy te olyan mindennapi ember vagy, aki szereti karikás ostor a csapkodása közben Dorina bulizási slágerét hallgatva, drinkelni, fél lából. Csukott szemmel a közösségi ház verandáján, miközben az esti krónika szól, és a feleséged a háttérben hány. Igaz ez? Ez így ebben a formulában nem igaz. Úgy mond. Hogy mond? Hát úgy mond! De van egy hobbid is, oszd meg ezt a tisztes társadalomnak. Énekelsz, ugye? Nem, de táncolni azt tudok, ami nem igazán tetszik a körülöttem lévő környezetemnek. Úgy mond. Hogy? Hát úgy. Te is gyártod a koreográfiát, ugye? Kérem? Hát, hogy te is gyártod a koreográfiát, ugye? Korai ikonográfiát? Tessék? Hagyjuk is. Hallgassuk meg inkább, mit gondol erről az élettársa, aki ugye azért az élettársad, mert még nem vett el, és nem is fog soha. Kotrony a stúdióból, hiszen nem volt pénzünk kerék székre. Vár az utca, a stúdióban Tivadar. Sajkosó! Szervusz Tivadar! Köszöntelek a stúdióban! Na szia Mónika, Balázs, barát, Claudia vagy bármi is én! Amúgy ettől az élettársamtól kiver a víz, ha mondom... Élettársam. Na de miért van fóbiád tőle? Ja, fóbia? Hát a rosszabb vigyen el, mi az a fóbia? Srácok, mi az a fóbia? Hát hogy mitől retteg? Hát, hogy mitől rettegsz, te hülye? Jaj, hát a mélyvíztől. Értem, csak hogy jobban megismerjünk, mi a hobbid? Hát az meg igen könnyű, az úszás. Jó, de akkor az ostor miatt rettegsz? Nem, hanem a víztől, hát már mondtam, Sanyikó, hát hülye vagy, már bocsánat a kifejezésért. Hát akkor most mi tévők legyünk. A tiédet nem, Gyulám! Következő vendégünk Korondás Böszmehasról érkezett. Elmondása szerint illetlen dolog krónika közben hányni, miközben a feleséged Dorinára drinkel. Következő vendégünk Körömbelő! Szervusz, Sanyikó! Hát illetlen, ha mondom! Mikor jöttél rá, hogy ilyet nem illik? Na hát jól van ez így! Én ezt most kevésbé tudtam értelmezni. A lényeg az, hogy mikor jöttél rá, mikor jött a rászmélés. Tudok én ilyen embet is, de nem küldesz engem piedesztára a televíziós műsorvezetők krőzusának árnyéka alatt. Inkább azt mondd el a pofáddal, hogy mi a megoldás a problémámra, te műsorvezetők fatja a le- és felmenő problémáimra. Na, hát ilyet csak nem illik beszélni. Nevelem a társadalmat. Sajkosó! Holnapi témánk pedig segítség, mindenféle előképzettség nélkül műsorvezető lettem. Segíteni nem, de lejáratni azt tudok. Holnap már találkozunk. Igen, de hogy holnap találkozunk. Jó, akkor mindenki a hajtok. Sajkó Show!